ősi szenvedésektől csipkézett ország nekem a hazám, Magyarország. 700 év menekülés lábnyomát őrzi az emlékezet, s meg annyi sebesülés aját temettük itt el. Megtanultunk sírni magyarul, e hon nekünk is otthonunk. Nemzetiség kerül kiemelésre, és most a cigánysággal gondoltuk, hogy bemutatkoznak. És így gondoltuk, hogy Rostás Farkas Györgyöt fogjuk meghívni író-olvasó találkozóra. Az egyik legnevesebb szerzőről beszélünk, és a tudományos munkássága is meghatározó. Ez is egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy megismerkedjünk, illetve magvetés szempontjából fontos este volt, mert hogy láthattuk, hogy honnan jöttek, honnan érkeztek, milyen társadalmi rétegződés jellemző rájuk. És hát nagyon sok vers elhangzott tegnap este, az meg egyenesen lebilincselő volt, az a gazdag irodalmi élet, a művészeti élet, zenei élet, ami jellemző a cigányságra. De ez valahogy úgy gondolom, hogy ez így nem tevődik össze az emberek fejében, mert vannak, akik csak a rosszat látják, és nem látják mellette a jót és a pozitívat és a követelőt. Aki ilyen szinten békés ember, olyan körülmények között, amikor mindent mondtak már cigányokra, rablótól kezdve mindennek lehorták, és a te végtelen türelmet, nyugalmat soha nem fakasztott arra, hogy gyűlöletet keltsék. Azt mondtad, és ez kellene minden Batonyainak és az ország minden lakójának, Gyuri, kiírnéd nagy táblára és körbehordozni, hogy azt nézzétek meg egymásba, ami összetart. Ébren álmodom egy igazságosabb világról, hol a föltépet sebekre nem hintenek sót, nem kergetik bottal jajunkat, nem gettósítják álmainkat, ahol a szabadságnak nem kell falat másznia, ahol fészket rakhat a tudás, és fölnevelheti fiókáit, mert nem vágták ki nagyapáink reményfáját.